kampánynak a Magyar Szabadságért, Petőfi Vers a nemzeti dal. Bárhat ez volt kiállni hazaért, és hősiesen meghalt. A március ifjának köszönhetjük, hogy független állam vagyunk. A március ifjának hősi halál hajtak a hazáért. Március 15-én nagyon sokat jelent a számunkra, nagyon sok szép emlékem kötődik hozzá, ugyanis abban a faluban jöttem fel, a Vasvári Pál, a március 15-i forradalom egyik fő résztvevője az életeit töltött. Hát fiatalságát gyerekkorát töltötte, ez pedig Nyír Vasvári. Úgyhogy már minden évben nagyon nagy március 15-i ünnepséget és ehhez kapcsolódó programokat szerveztünk. Gyakorlatilag minden március 15-i történelmi versenyen részt vettünk és szerepeltünk, és óriási felkés felvonulásokat tartottunk. Nagyon szépek voltak. Vasvári Pál emlékháza, ahol ő annak idején élt, ez ma is, hát már igazából a ház az nem található meg, de annak a helye, ugyanis az édesapja az görög katolikus parókus volt, és manapság a padlat az ugyanennek a háznak a helyén áll, és ugyanúgy meg lehet tekinteni. Mindenki azt hiszi, hogy Tiszavasváriban élt, de nem, hanem Nyírvasváriban, és Tiszavasvári csak később lett ebből Vasvári Pálról nevén. Ma is nagyon szeretem ezt az ünnepet. Jó, én is mindig arra gondolni, hogy voltak olyan emberek, akik változtatni próbálnak, hogy nem sajnálni próbálnak hozni az emberek. Számomra a március 15-e azért fontos, mert magyar hőség megpróbáltak jelentkezni a Pax Juliáni más ellen. Számomra a március 15-e forradalmat és szabadságot jelent, legyünk szép hőségben. Számomra a március 15-e az iskolai ünnepénkben is a szép napalatunk is. Szép napalatunk is az ünnepénk. Számomra a március 15-e egy ilyen ünnep, ahol visszamegyünk tisztelni, hogy azt a hőség miatt kívánok, hogy is szabad. Számomra azért fontos a március 15-e, mert megemlékezünk a hőseinkre, akik kivitták a szabadságot a főnökünk. Számomra azért fontos a március 15-e, mert a magyar szabadságot, és a magyar honvédség kivitt a Magyarország függetlenségét a Habsburg birodalommal szemben. Számomra a március 15-e a magyar történelem egyik legjobb korszaka és a hazafiasság elképen. Nekem március 15-e a bizonyíték arra, hogyha a magyarok összefognak, akkor bármire képesek együtt. Szerintem jó lett. A műsor azt készítettétek? Igen. Tudod, mi történt 1848. március 15-én? Akkor figyelj, elmesélem. Az egész a pesti Bilbax kávéházban kezdődött. Jobban ékesíti a kar, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi
partunk. A magyar nép zenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy idéhez. Itt rákednek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyar nép zenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hossz hídjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyar nép zenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Bravo! A nemzeti dal és a 12 pont kinyomtatása.
szakadó eső ellenére 10 000-es tömeg gyűlt össze a Nemzeti Múzeum mellett. Millió, kaszát ásott vasvillákat fogjatok. Az alkalom maga
Amit illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézze ránk, s örömében mindenható kezével fejénkre örök áldást elézze. Felejtsük az 1000 éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad, ha elveti kevéségét és címerét, és teljes egyenlőségünk elismeri. Nemes Urak, ha akartok, jöjjetek, itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek, legyünk szemei mindjárt láncnak, szüksége van mindjárt a hazának. Nem érünk rá várakozni szaporát, ha jókor van, holnap késő leszel. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek. Miután a városvezetés egyöntetlen elfogadta az ifjak követeléseit, eldöntötték, hogy Budára indulnak Táncsics Mihály kiszabadítására. Vagy szabadok? Ez a kérdés, a város.
tisztán Petúrván! Utamat miattad hagytam félbe. Most nekem számot adsz? Mi a súlyos hír, itt nem bízhattál senkire. Király, előre messze földön jár, s az ország férfi út kíván. Tudom. E tart, Meráni asszony ellen összeesküvésztőünk, még ma éjjel. Íme, bánk, a békétlenek távoda, csak téged vár. Elé! Földolni nemzetünk szent tűzhelyét, ti lázadók! Mi szörnyű dörvesék? Még föl nem falt garázda úri nép, fölgyújtaná azt, így őrült pöszmeség. A védkezett is. Szent a trón nekem, megsérteni királynép, ne engedem! Segítne ő, ha ismerné a baj. Mi átok sanyargatja bús magyart? Majd fölpanaszolom én, itt láttam utamon, hogy égségtől írtva az ország sírhalom. És ki útnőnk volt csupán, patrónánk leszel? Mi te ránk ember bosszúját zúdítanád? Eszter, menj! Menj! Te nem tudod, nagy úr, e gaz Merányi hadvig udvarába csal, mögötted jót kacag. A zsarnok koncain rágódnunk már elég, üsd az orrát, magyar, ki bántja a tiéd. Csak vért kíván a vér, s a lázadása terjed, mind áldozatja lesz az asszony nép s a gyermek. Szegény magyar hazánk, jót akarnak ám, fak tühével bajba dönt, mint Petúr a bán. Olcsó a szóbeszéd, de egyszerű a tett. Megmentjük bánk, ha félsz a pont majd. Nélkül. Thank you.
fontosnak hagyták, hogy a magyarok kívánják a birodalomhoz, mert akkor nagyon megnyugodott volna Habsburg bőgős képe is hasonlóan. És mit csinálták? Fegyverrel törtek a magyarságot. A magyar ember azonban, ha kell, életét adja a szabadságért. Inkább a kardot választja, semmit felánzott. Nem is tudták volna az országot elfoglalni a országunkat, ha nem kérnek segítséget az orosz cártól. Ilyen hozzáfordultak, és az 200 000 muszka katonát küldött el.